Szeptember 8-án már 7. alkalommal nyitják meg a JASZ Expo és Fesztivált, Közép-Magyarország egyedülálló gazdaságélénkítő rendezvényét. Hajnal Nagy Gábor JASZ Berény alpolgármestere úgy véli, a város gazdasági életében jelentős helyet foglal el a közelgő rendezvény. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kirakata a városnak, és hát elsősorban a cégek, akik érdekeltek ebben, hogy megmutassák magukat. Évről évre nő az érdeklődés, én úgy tudom, és hát nagyon sok visszatérő vállalkozó is van, minden évben van új vállalkozó, minden évben van egy díszvendég, az idén Nyíregyháza lesz, onnan is érkeznek kiállítók. Nem véletlen, hogy szeptember 9-én nyírségi ízeket fogyaszthatnak a látogatók a Nyírségi Ízkirályok Egyesülete jóvoltából. A kereskedelem fejlesztését megcélzó rendezvény a családok szórakoztatásáért is szerepet vállal. Három napon keresztül közel 20 fellépő, zenés, táncos és színi darabok felelnek majd a jó kedvért. A kiállításokon túl egy kulturális rendezvény is, nagyon sokféle előadás lesz, kézműves foglalkozások, és a többi, és a többi. Tehát azt gondolom, egy jó hétvége lesz a város számára ez. Szeptember 8-án pénteken koncertezik a Sárkány Zenekar. A Berényi Színjátékos Társaság bemutatja komédiáját, de itt lesz Szabi Est is. Az Érzés Zenekar előadásában pedig Bakancsos Edda zenéket hallhat a nagy értemű. Szombaton új elemként megjelenik a Mesterségek randevúja, 12 mesterségponttal. Fellépnek a Vigano Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, a jászsági hagyományőrző egylet előadásában megismerhetjük a jász kamukírót Szűcs Mihályt, és többek között Denizt, a kétszeres fonogram díjas rapper is városunkba látogat. Vasárnap a fesztivál utolsó napján gyermekműsorokkal és változatos zenés, táncos színpadi programokkal készül a szervezőség. Énekel Mádi Piroska és Csengeri Attila, az estét pedig az Etna együttes zárja. A jászság gazdasági kirakata szeptember 8-ától 10-ig várja látogatóit a Jászberényi Szent Háromság téren, a Lehel Vezér gimnázium udvarán, annak tornatermében és az épület előtti lezárt útszakaszon.